Következő percekben a könyvek szerelmeseinek érdemes nagyon figyelni. Létezik egy nem is olyan kis közösség, akiknek nem csak az olvasás népszerűsítése a cél, vendégeink a Pocket zsebkönyvek nyíregyházi koordinátorai, Magyar Boglárka és Nagy Fruzsina. Sziasztok! Tegeződjünk, jó? Én már elég öreg vagyok, hogy megengedhetem nektek, hogy tegezzetek, és akkor itt talán egy kicsit lazább is lesz ez a beszélgetés. Az én első érzésem az, hogy rettenetesen cukik, kicsit emlékeztetnek gyakorlatilag a kis zsebnaptárokra, amiben az ember belefirkálja, hogy ne felejtsen el dolgokat, de hát azért ugye ebben nem illik belefirkálni, viszont az illata ugyanolyan jó, mint egy nagy könyvnek, és kis helyen is elfér. Sok jó könyv kis helyen is elfér, mondanám ugye a közmondás analógiájára. Honnan indult ez a nem is tudom, forradalom? Szerintem elég jó fogalom, hogyha ezt használjuk. Ez a kezdeményezés tulajdonképpen, hát már lassan egy éves, most fogja áprilisban ünnepelni a születésnapját, 2018 áprilisában indult útjának ez a kis könyvsorozat. Biztosan sokan ismerik Vecsei Miklós színművészt. Tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik ez az egész, illetve a Stalker csoport felelős a kiadásért, amely fiatal művészekből álló közösség, akik fontosnak tartják, hogy továbbadják a kultúrát. Tulajdonképpen az volt a céljuk, ami el is hangzott, hogy népszerűsítsék az olvasást, elsősorban a fiatalok körében, hiszen, ahogy te is mondtad, ezek nagyon kis cuki méretű könyvek. Ez volt a cél, hogy tulajdonképpen okostelefon méretű könyveket alkossanak. Ezekhez a könyvekhez automatákból lehet hozzájutni, amik egyelőre még csak Budapesten elérhetők, illetve folyamatban van a vidéki hálózatnak is a kiépítése. Egyelőre Szentendrén és Gödöllőn van már ilyen kis könyvautomata. Ezek elsősorban ilyen közlekedési csomópontokban vannak elhelyezve, éppen azért, hogy a fiatalok akár a tömegközlekedést használva ne a telefonjukat nyomkodják, hanem inkább olvassanak és egy mélyebb elfoglaltsággal legyenek. Nagyon jó, hogy ilyen jó kis érdekes színeik vannak. Itt látom lila, narancssárga, kék. Most egy elég hülye dolog jutott eszembe az, hogy egyébként jól mutatnak mondjuk egy-egy polcon is, tehát ez akár lakberendezési tárgyként is használhatóak. Ahogy említetted, ugye Budapesten vannak ezek a bizonyos automaták. Egyáltalán hogyan lettetek ti itt helyi koordinátorok? Mi kellett ehhez? Vagy mit tudtok itt csinálni a Pocket népszerűsítésére? Igen, ez egy érdekes történet volt, mert ez nem is olyan régóta van ez, hogy vidékre ezt ki szeretnék terjeszteni, hogy ne csak Pesten legyen elérhető ez a Pocket. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy jelentkezünk akkor koordinátornak, a nyíregyházi koordinátor csapatba, illetve Fruzsi szólt nekem, hogy mi lenne, ha, és én megmondtam, hogy csináljuk. Úgyhogy most szombaton egyébként megrendezésre fog kerülni az első nyíregyi Pocket találkozó, az első offline programunk, ami 11 órakor fogja kezdetét venni egyébként a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában, és ezt rendszeresíteni szeretnénk, tehát minden hónap második szombatján lesz majd ilyen könyvklub, illetve filmklub. Ennek majd későbbiekben az lesz a lényege, hogy a Pocketnek a címeit földolgozzuk, megbeszéljük a történetet, de elsősorban most az első alkalommal mi egyáltalán szeretnénk a nyíregyházi közösséggel megismertetni, hogy mi ez a Pocket. Tehát ők kézbe vehetik, lapozgathatják. Persze, igen, mondjuk igen. Én szemüveg nélkül már ezt nem tudom elolvasni, de nyilvánvalóan arra jó, hogy az ember el kell mennem a szemészhez, mert nem látom a Pocket betűméretét. A kezemben Bohumil Hrabal egyik kötete, mégpedig a Gyöngét barbárok. Nem tudom, hogy hány ilyen könyv van, tehát hány könyvből lehet választani, illetve minden esetben egy Pocket, egy kisebb művet tartalmaz, vagy akár vannak novellák is? Jelenleg, ha jól tudom, 11 vagy 12 cím van forgalomban. Vannak köztük magyar, illetve külföldi művek, ismert, kevésbé ismert művek. Itt az asztalon is látható például a Pál utcai fiúk, vagy akár az El is csoda országban. Ezek többnyire regények, de például itt hoztunk egy novellás gyűjteményt is, ami egy összefogásnak az eredménye lett.
Ez a Száz tudom Budapest, igen, így van, és ez a sorozat tulajdonképpen folyamatosan bővül, és a kis közösség, van egy Facebook csoportunk, ami már hát több mint 2000 főt számlál, és mindig nagyon izgatottan várjuk, mikor leleplezik az új címet. Most például a születésnapra 2 vagy 3 új címmel is készülnek a kiadónál. Bogi, te ugye korábban vendégünk voltál itt a Weekendben. Szeretnél egyszer egy ilyen pocketben benne lenni, úgymond az írásaiddal? Igen, ez egy eléggé jó cél lenne, én azt gondolom, mert nagyon sok ember hozzájuthat ezekhez a könyvekhez, hiszen az a lényegük, hogy tényleg szinte a bolti ártöredékért megvehetik ezekből az automatákból, és úgy gondolom, hogy igen, ez egy elég jó cél lenne. Igen, meg el tudom képzelni, hogy mondjuk az ember megy, és csak úgy random mondjuk a szín alapján kiválaszt egy könyvet, akár úgy, hogy nem is tudja, hogy mit rejt a cím, mert hogy az is milyen érdekes, hogy ki tudja, hogy a sors éppen mit üzen egy-egy könyvvel. Említetted, hogy egy közösségi oldalatok van, gondolom, hogy ide lehet jelentkezni, hogyha bármiféle információt szeretnénk. Szerintem mondjuk el, hogy mi ennek a közösségi címe. Talán hashtag pocket közösség. Igen, ez a nagy csoport. Címen szerepelünk. Ez a nagy csoport, amiben országos szinten minden poketes benne van, illetve mióta útjára indult a vidéki hálózatnak és a közösségnek a kiépítése, azóta van egy saját csoportunk is, ami jelenleg 60-valahány főt számlál, és nagyon reméljük, hogy ebből minél többen el fognak jönni az első találkozóra is, és ez pedig hashtag pocket közösség Nyíregyháza néven szerepel a Facebookon. Egyébként külföldön van ilyesmi? Vagy ez egy magyar találmány? Én már évekkel ezelőtt közösségi médiában láttam ezt így, hogy könyvautomata. Nem tudom. Nekünk például az iskolában van egy német önkéntesünk, és ő nagyon tágra nyílt szemekkel nézett, amikor először elvittem őt. Például a Víg Színházban van például a jegypénztárnál egy ilyen automata, és azt mutattam meg neki, és hát el volt ájulva tőle. Azért én megmutatom a nézőknek, hogy milyen baromi ötletes, tehát van egy ilyen kis gumis rész, és akkor ugye ahol az ember jár, azt így, mint egy ilyen határidő napló volt be. Igen, illetve van könyvjelző is mindegyikbe ja, belebarva, az is van. Egy teljesen praktikus dolog. Nagyon, tényleg nagyon kis cuki. Hányat olvastatok már el ezekből? Fú, hát amik itt vannak kötetek, azok vegyesen vannak a Bogié, az enyémek is, amiket kölcsönkértünk ismerősöktől, mert még nekünk is célként van kitűzve, hogy mindet összegyűjtsünk, mert még sajnos nincs meg az összes. Amik itt vannak, azon közül én szerintem legalább 6-ot már olvastam. Nos, lányok, hát akkor szombaton ugye az első randi, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. Milyen utca, hány szám? Betlen Gábor utca 30. És ezúton is szeretnénk például Demarcsek Zsuzsának megköszönni, hogy helyet biztosít a mi kis közösségünknek, és reméljük, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy köszönjük itt voltatok. Szépen. Maradjunk az olvasásnál. Zsebkönyvek után szeretett könyv következik. Müller Péter nagy sikerű művéből született egy zenés monológ, amelyel Papa Dimitriou Attila színművész és Kutik Rezső gitárművész lépett fel a Bencs villában. Született meg ez az est? Először is nagyon-nagyon szeretjük ezt a könyvet, a hányan készítettük ezt minden annak idején, amikor ez megjelent, ezt többször olvastuk, nekem nagyon sokáig ott volt az ágyam mellett, és mindig felfelnyitogattam, és mindig megkaptam az aznapra való jó tanácsot, meg szép gondolatokat.
Perés Jánosnak volt tulajdonképpen az ötlete, aki a Spirit Színháznak, a jelenlegi Spirit Színháznak az igazgatója, akkor még nem volt Spirit Színház, de akkor mi már elkezdtük ezt 2000. Szóval 9 éve, én 9 éve. Ő találta ki, hogy ebből legyen egy szép est. Kutik Rezső gitárművésszel, akivel közösen megjelent, azt hiszem, 3 lemezünk, latin, görög, meg mindenféle lemezünk megjelent, és ő összepárosította, azt gondolta, hogy milyen jó lesz ezek a szép gondolatok, ezekkel a szép érzelme zenékkel. És aztán tulajdonképpen közösen, tehát ő kiválasztott részeket, volt, amit én azt gondoltam, hogy azt én nem tudnám jól közvetíteni, tehát így közösen kiollóztuk azokat a Müller Péter gondolatokat, amiket beleraktunk ebbe az előadásba, és beleraktuk egy olyan millióbe, hogy egy kvázi mi ketten készülünk egy fellépésre, és az én öltözőmben próbálunk, elkezdjük próbálni az estet, de közben mindig megzavar egy-egy gondolat, és akkor azt elmondom, van vetítés, tehát egy olyan kis izgalmas kis 60 perc. Kétféle beszélgetés van. Az egyik, amikor mondom a magamét, amikor én vagyok a fontos, amit én gondolok, amit én látok, amit én érzek, amit én fájok, egy színjáték, amiben én vagyok a főszereplő. A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Na, ez nagyon ritka. Pedig aki a magáét mondja, egyedül van. Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá. Ennél jobban nem lehet kifejezni azt a világot, amit úgy is lehet nevezni a szeretetlenség világa. Mi jut eszedbe, ha kimondom szeretet? Biztos vagyok benne, hogy ennek a szónak a megértésétől függ minden. Mert a szeretetről egyedül beszélni nem lehet. Mindenről lehet, de erről nem. Mert a szeretet lényege az együtt. A veled, a velünk. Kell hozzá a másik. Kell lesz hozzá te. Na. Hát nem marad más hátra, mint hogy megpróbálunk egymásról segíteni. Jó, hát tudom, hogy nem lesz egyszerű, mert nem csak én járok önös világomban, hanem te is a sajátodban. De ha összekapaszkodunk, két önző varázsvilág, talán tudunk egymáson segíteni. Tudunk egymásnak segíteni élni. Vak vezet világtalan. Hát lehet, hogy ilyenkor önzésünk buborékai szétpattannak, és belekerülünk egy olyan világba, ami nem varázslat többé, hanem valóság. Na, ez a szeretet világa. Az együtt világa. Az a perc, amikor valóban szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata, a többi nem az. A többi boldogtalan káprázat. Persze mi pont fordítva gondoljuk. Mi azt gondoljuk, az a valóság, amikor egyedül kővédermet magányos lélekkel élünk, és a szerelemről, a szeretetről gondoljuk, hogy káprázat, mámor. Amikor szerelmes vagyunk, mit mondanak ránk? Te meg vagy őrülve, öregem, tehát te el vagy varázsolva. Pedig életünk egyetlen valóságos pillanata, amikor szeretünk. Amikor végre fölhagyjuk görcsös önvédelmünket, és megpróbálunk egymásban, egymásért élni. Nézzük. Aki a saját varázsvilágában él, az nem szeret. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las gracias que me he visto llorar, la perfidia de por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya crecer?
Mennyire volt nehéz a szöveggel való munka? Vagy mennyire nehéz egyedül kiállni a közönség elé? A szöveggel való munka nekem, aki ezekkel nagyon, nagyon mélyen egyetértek, meg nagyon mélyen átérzem ezeket a szövegeket, nekem mondjuk csak megtanulni volt nehéz, mert nagyon gyorsan kellett volna, ki volt már tűzve a dátum, és sok munkánk volt közben, és hát gyorsan kellett megtanulni. De átadni nem nagyon nehéz, mert én nagyon, tehát én mindig, amikor a lemezt is csináltuk, én csak olyat, nyilván, ha én magam választom, akkor olyat csinálok, olyan gondolatokat, amiket én átérzek, és amiket át tudok adni. Tehát amiről én nekem sincs semmi fogalmam, azt ugye elmondom, és aztán azt kitérnek el, azt nem szeretem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt nehéz, és bizony minden egyes előadáson megvan az az egy pár, vagy kettő, akik már az első gondolat után így összébb mennek, megfogják egymás kezét, ha a lány ráhajtja fejét a férfi, és akkor mindig megnyugszom, hogy igen, na erről van szó, pont erről van szó, hogy a szeretet meg az együttlét, ez mennyire fontos. Mennyire van alkalma vidékre is elvinni az estet? Hál' Istennek van, most legközelebb Sárospatakra megyünk, voltunk Debrecenben, voltunk, szóval szoktuk vinni, és tegnap előtt 17. kerületben Budapesten voltunk. Szeretik, hála Istennek, szeretik, akik hát aztán utána meg nagyon, amikor aztán túl vagyunk rajta, akkor meg nagyon látszik, hogy örülnek, hogy ott voltunk. Amit biztosan tapasztaltál már, csak soha nem gondoltad végig. Nem mindig annak adjuk vissza adósságunkat, akinek tartozunk. De ez nem is törvényszerű, hogy így legyen, hiszen egyetlen tett sem csupán két ember dolga. Egyetlen tett, hogyan szalad végig a világhálón? Hogyan megy tönkre emiatt sok-sok társadalom, sok-sok jövőben él, rend, sok-sok élet? Az egységet meg lehet bontani, de törvényszerű, hogy helyreállítja magát. Minden önző cselekedetünk, amivel megbontjuk a szeretet egységét, visszahatást szül. Ez a karma. A szeretet énytelen, nincs karmája, de minden más cselekedetnek van. Ezért van az, hogy életünk aránytalanul nagy részét olyan lelkek között éljük le, akikkel a karma törvénye hozott össze minket. És sorsunk az elfogadás, tűrés, elszenvedés, kiegyenlítés, vagyis a szeretet megtanulásának küzdelmes folyamata. Bár a vese világnapja még messze van, de nem lehet elég sokat beszélni ennek a fontos szervünknek a védelméről. Kutasi Irina, a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Pereg megyei egyesületének elnöke a vendégünk. Szia, jó Szia. Estét! Hát nem sokára azért mégiscsak lesz világnap, ugye március közepén ünnepeljük, vagy legalábbis furcsa ünnep ez, ugye, mert elsősorban azt gondolom, hogy az a feladat ilyenkor, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy valójában tényleg oda kell figyelni a vesénkre. Mik a legáltalánosabb vese problémák, amivel küzdenek mondjuk akár itt a megyében a betegek? Legtöbb az sajnos a cisztás, ami sajnos örökölhető is, tehát anyai ágon a fiúk általában öröklik. Vannak olyan betegtársaink, akik anya és fia is járnak vese kezelésre, illetve már transzplantáltak, tehát kaptak vesét, illetve hát vannak egyéb más vesebetegségek, például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség okozi vesebetegséget. Ugye sokszor például a magas vérnyomás is egy olyan
probléma, amire mondjuk akár 4-5 vagy 10 év után hívja föl a szervezet a figyelmét, mert annyira rohanunk, azt hiszük, hogy természetes, hogy fáj a fejünk, vagy egy kicsit melegünk van, és közben ugye tényleg vérnyomás probléma áll a háttérben. Általában mi a tapasztalat? Mennyi ideig kell kezeletlen, mondjuk vérnyomás problémával élni ahhoz, hogy kialakuljon valamilyen vesetünet? Akikkel én találkoztam, azok több év után, tehát 5-10 év után is esetleg egész életet leélnek úgy magas vérnyomással, hogy nem alakul ki náluk olyan vesebetegség, amit kezelni kell, ez egyénfüggő, de nagyon sok olyan van, aki hirtelen kerül művese kezelésre. Ugye annak ellenére, hogy te nyilván nem vagy orvos, de úgy gondolom, hogy az ezen a területen eltöltött sok év, illetve a te alap vese problémád szinte már annyi tudást hozott, mint egy hozadékú, vagy akár doktorálhatnál is. Lehet olyan általános tanácsokat mondani, hogy mivel tudjuk mondjuk óvni a vesénket? Vannak ilyen szabályok? Hát a legnagyobb, amit mi meg szoktunk adni tanácsnak, az a sófogyasztás. A sófogyasztás mérséklése, mert az nagyon rongálja a vesét, illetve nagyon sokan nem tudják, hogy akiknek egészséges veséjük van, azoknak legalább 2-3 liter folyadékot, ami ugye nem cukrosüdítő, nem energiaital. És nem alkohol. És nem alkohol, jó meginni. Tehát a vesét dolgoztatni kell tulajdonképpen. És az, akinek problémája van, annak meg mondjuk ez már esetleg túl sok folyadéknak számít, vagy? Hát a magam példájából kiindulva, én már 25 éve járok művese kezelésre, ami azt hozta magával, hogy az én vese problémám már nincsen vizeletem. Tehát én, amit megiszok, vagy például leves, vagy főzelék, vagy bármilyen formában beviszek, az én bennem marad. Egészen addig még nem megyek művese kezelésre. Tehát én nekem minimális folyadékot szabad csak fogyasztani, ezt úgy szokták meghatározni, hogy amennyi vizelete van valakinek, plusz 500 milli, mert az 500 millit naponta felhasználja a szervezet. Tehát elvileg nekem 500 millit lehetne, de szerencsére a művese kezelés során, tehát nem mondjuk 10 litert, de mondjuk 2 litert le tud venni a gép. Hát igen, gondolom, hogy azért a nyári melegben ugye a szomjasság az ugyanúgy egy érzet annak is, akinek valamilyen vese problémája van. Nyári melegben még könnyebb, mert ugye sok elpárolog, kiízadjuk, télen nehezebb azért. A vese világnapját most is a Korzóban rendezitek meg. Igen. Mire készültök, illetve azok, akik együtt akarnak érezni, információt gyűjteni, vagy segíteni, azok mire számíthatnak, milyen programokra? Minden év március 2. csütörtöke a Vese Világnapja, ez ugye változó dátum, idén március 14-e lesz, és ahogy említetted, a Korzóban lesz, a B épületben, a 2. emeleten a Two Step Tánciskola termében hagyományosan ott szoktuk tartani. Nagyon köszönjük nekik, hogy minden évben ott tarthatjuk ezt a rendezvényt. 11 órakor fogunk kezdeni, és dr. Szegedi János és dr. Balkó István főorvosok fognak előadást tartani. Az idei téma az egészséges vese mindenkinek. Minden évben van a Vese Világnapjának egy szlogenje, az idén ez, és ezzel kapcsolatban Szegedi főorvos úr fog egy előadást tartani, és Balkó főorvos úr pedig a cukorbetegség és a vesebetegség kapcsolatáról. Tehát ez lesz egy prevenció, illetve magáról a betegségekről igen, is. Igen, igen. Ez úgy szokott zajlani általában, hogy meghallgatják az előadást, és akkor hozzák a kis leleteiket, zárójelentéseiket, és akkor ott lehet konzultálni a főorvos urékkal. Tehát ők nem szaladnak el tulajdonképpen, hanem elbeszélgetnek az ott jelenlévőkkel. Szerencsére nagyon sokan szoktak érdeklődni. Mindenkit várunk szeretettel. Ezen kívül lesz vércukorszintmérés, amit a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete ad minden évben. Őnekik is nagyon köszönjük, és vérnyomásmérés is. A B. Braun Nyíregyházi művesállomásának dolgozói nagyban segítenek önkéntes munkában ebben. Egyébként ti itt a megyei egyesületben most hányan vagytok? Hát jelenleg 200 tagunk van, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki tag, aki művese kezelésre jár. Nyíregyházán körülbelül 180-an járnak kezelésre, ez nagyon változó létszám. Ezen kívül van Kisvárdán és Mátészalkán is művese állomás.
vannak transzplantált tagjaink, vannak olyan tagjaink, akik otthon dializálják magukat, úgynevezett CAPD formájában, illetve hát vannak olyanok, akik még gondozásra járnak. Te említetted, hogy 25 éve jársz művesek kezelésre. Sokat fejlődött ez alatt az idő alatt mondjuk ez a fajta kezelés? Igen, kíméletesebb lett. Többfajta kezelési forma van. Amikor én kezdtem, akkor még például ez az otthoni kezelés, a CAPD vagy PD kezelés, ennek is két fajtája van, ez még nem volt tulajdonképpen, tehát minimális létszám volt, azért most már többen lehet, tehát most már lehet választani, hogy ki mit szeretne. Otthon végzi, annyi, hogy az otthoni az naponta 4-szer kell csinálni, illetve a PD kezelést azt éjszaka, mi pedig, amit mi csinálunk, az pedig minden második nap intézményi keretek között tulajdonképpen a műves állomáson zajlik, 4 órás keretek között. Hircsi, hát én azt gondolom, hogy azok, akik egészségesen mennek el oda, azok is mindenképpen tanulhatnak, és talán egyfajta olyan hálát is gyakorolhatnak, vagy érezhetnek, hogy milyen jó, hogy ők egészségesek, hiszen ugye valóban akkor tudjuk meg, hogy mekkora kincs az egészségünk, hogyha az valamilyen csorbát szenved. Hát én azt kívánom, hogy teljes életet élhessen mindenki, aki mondjuk hasonló betegséggel küzd, és kívánok gyógyulást és jó egészséget valamennyi tagotoknak. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor vendégünk lesz többek között Elek Nikoletta, aki az egyik legnívósabb testépítő világversenyről ezüstéremmel tért haza. Addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!